Bátor, megkívánsz engem, cseresznye hullik öletbe, minden percemet elejtem, még sincs egy se kütekben. Láthatsz egy régi asszony, ott hintázik a kertben, minden emlékem vakfol, eleresztettek engem. A nyári fesztivál szezon után idén ősszel ismét útjára indult az Egy este kedvenceinkkel elnevezésű koncertsorozat, így biztosítva alkalmat a kicsit elmélyültebb szórakozásra is. A Városháza dísztermében elsőként Grecsó Krisztián és Rutka Róbert műsorát tekinthette meg a közönség. Az este a zene, az irodalom és a színház találkozásának jegyében telt. A két előadó művész munkakapcsolata nem új keletű, több darab és dal megírásában is dolgoztak már együtt. Háttérmunkásként dolgoztunk egy csomó embernek, és akkor miért nem csinálunk mi magunk is valamit örömmel, amikor hogy együtt lehetünk. És akkor abban a hagyományba álltunk bele, amit mind a ketten nagyon tisztelünk és szeretünk, amit úgy hívnak, hogy énekelt vers. És hát ezen az estén tulajdonképpen az én verseim hangoznak el megzenésítve, döntően Robi zenésítette meg őket természetesen, és közte prózák, Robi saját dalai, és ebből alakítottunk egy külön világot, ami szerintem most már a közös világunkat jellemzi. Grecsó Krisztián hozzátette, nem egyszerű dolog a mai világban olyat alkotni, mely igazán leköti és megszólítja az embereket. Két dologra kell azonban nagyon odafigyelni. Egyrészt mellőzni a felszínességet, másrészt pedig a költészeti és zenei hagyományok megőrzése mellett szórakoztatónak is kell lenni. Szereti, ha egy fürt kiszabadul az ő foncsikjából is, csiklandozza az arcát, csak azt nem szabad, hogy a mama észrevegye. Mert akkor megint fésülködni kell. Nem elég visszatenni a fürtöt, kezdeni kell az egészet előről. Az meg hosszú és unalmas. Az előadás fontos eleme a történetmesélés is, ami dalokkal kiegészítve teremti meg az összhangot, kulturált szórakozást nyújtva az irodalom és zenekedvelő közönségnek. Ezt a sokszínűséget jelzi műsoruk elnevezése is, mely a Libikóka címet viseli. Azt gondolom, hogy ez egy érzelmi kis játék, hol fent, hol lent. És átvitt értelem azért azt gondolom, hogy a dalok és a művészet meg... Tehát minden, meg az élet is, ugye azt gondolom, nem a lineáris vonalak mentén, hanem az amplitudok legszélén mindez negatív vagy pozitív hatás, ott keletkeznek, és ott íródnak, legalábbis, hogyha saját nevemben beszéltek, de szerintem a Krisztiániban is, és ez a játék az, hogy felidézünk verseket, pillanatokat a életünkből és dalokat. Az Egy este kedvenceinkkel bérletsorozat következő alkalmával Horgas Eszter és Dajka Krisztián latin estje várja a közönséget október 18-án 19 órai kezdettel.